Óriási bizonytalanság mellett indul az új önkormányzati évad Budapesten. Az önkormányzati választások eredményei ugyanis október 1 lépnek hatályba. A főpolgármester ma egy hosszú interjút adott egy hírportálnak, amely után üzengetés indult el a fővárosi politikusok között. A Fidesz budapesti elnöke szerint a választók csak cirkuszra és titkos háttéregyeztetésekre számíthatnak a szivárvány koalíciótól. Tapsot kapott karácsony Gergely a főpolgármester választás éjszakáján az viszont kérdés, hogy az új városvezetői vezetői ciklusa mennyire lesz sikeres. A DK MSP párbeszéd szövetségnek ugyanis nem lesz többsége az új közgyűlésben, csak hét mandátumot szereztek, a Fidesz és a Tisza párt pedig tizet-tizet. Nemrég a 444 hozta nyilvánosságra, hogy Magyar Péter a lakásán egyeztetett Vitézi Dáviddal néhány hete. A cikk szerint Magyar Péter fontos pozíciót bízna Vitézi Dávidra, aki vagy egy speciális bizottság elnökeként, vagy főpolgármester helyettesként vezetné a legnagyobb költségvetésű fővárosi cégeket. Karácsony Gergely pozícióját pedig azzal is gyengítenék, hogy a kutyapárt is kapna egy főpolgármester helyettesi pozíciót. Láttam a javaslatot, hogy a főpolgármester egy senki, Vitézi Dávid pedig minden. Így értékelte ezeket az értesüléseket Karácsony Gergely a Telexnek. Az újraválasztott főpolgármester azt mondta, néhány napja ő is tárgyalt Magyar Péterrel, de a megbeszélés nem volt sikeres. Szerinte a Tisza pártnak az a taktikája, hogy semmiért sem vállal felelősséget, Vitézi Dávidba pedig idézzük, hirtelen szerelmesek lettek. Magyar Péter sem hagyta szó nélkül az interjút, azt írta, nem igaz, hogy ők nem vállalnak felelősséget. Majd bírálta a főpolgármestert, amiért a választások óta eltelt három hónap alatt nem tett javaslatokat a főváros működéséhez szükséges kompromisszumok elérésére. Karácsony Gergely azt is állította a Telexnek, hogy az összes jogkört elvették volna tőle, amit most próbálnak letagadni. A főpolgármester súlyos kijelentést tett Vitézi Dávidról. Úgy fogalmazott, Dávid okos fiú, csak nem szabad rá közpénzt bízni. Vitézi Dávid is reagált, azt írta, a Karácsony Gergely panaszkodik, másokra mutogat és valótlanságokat állít. Vitézi Dávid szerint a kettejük közötti megbeszélésen a főpolgármester a legnagyobb budapesti cégek felügyeletét és konkrét cégvezetők leváltását ajánlgatta neki, amit most úgy állít be, hogy Vitézit nem szabad közpénz közelébe engedni. Pontosan az történik, amit mondtunk. A Fidesz budapesti elnöke szerint a régi új balliberális brigád csak háttéralkut és paktumot tud adni a fővárosiaknak. Ezzel szemben a a Fidesz frakció a budapestieket képviseli. Vitézi Dávid elárulta a Fidesz szavazóit, és Magyar Péter segítségével állna karácsony helyettesének. Karácsonynak ezzel csak annyi a baja, hogy közben saját, gyurcsánytól kapott helyettesét is meg akarja tartani. A magyar nemzet közben arról ír, megbínulhat a fővárosi önkormányzat, több kult szereplőnek ugyanis megszűnik a munkaviszonya október elsejével, köztük Karácsony Gergely helyettesének, Kisambrusnak is. A lap szintén idézi a telexes interjút, amiben Karácsony Gergely közölte, ha nem szavazzák meg Kisambrust főpolgármester helyettesnek, akkor is pontosan ugyanazokat a feladatokat fogja ellátni, mint eddig, csak a hivatal főigazgatójaként.